Csak kitérő választ és nem valódi válaszlépéseket kaptak az Európai Néppárt magyar képviselői, amikor az új román kormány magyar ellenes intézkedéseit kérték számon az Európai Parlament szocialista és liberális frakcióján. Gál Kinga európai parlamenti képviselő, Kövér László házelnök erdélyi körútjáról és a Nyírő ügyről is nyilatkozott. Érezhetően romlott a magyar-román viszony, amióta a szociál-liberális unióban kormányon Bukarestben. Én a legmeglepőbbnek, ugye amúgy azt találom, ahogy a mostani új román koalíció egyik vezető párt embere, a liberálisok elnöke azzal kezdte ezt az új időszakot, ami a román kormány új időszaka, hogy azt mondta, hogy többletjogok, a kisebbségjogok, amelyeket a magyarok kérnek. Ez egy olyan meglepő kijelentés egy liberális képviselőtől, hogy rögtön utána sejteni lehet, hogy ennek döntésbeli konzekvenciái lesznek. Az új román kormány egyik első intézkedése a magyar nyelvű orvosképzés felfüggesztése volt a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen. Aggasztó a regionalizálási terve az új román kormánynak, amelyben ha nagy régiókba oldanák fel, ami a tervekbe szerepel, a magyar lakta megyéket, akkor gyakorlatilag hozzányúlnak a számarányokhoz, amelyet viszont számos nemzetközi egyezmény, többek között az Európa Tanács kisebbségi keretegyezménye is szigorúan tilt, és ezt ugye Románia azért aláírta, részese, ratifikálta. Tehát ezek azok az első jelek, amik azt mutatják, hogy itt nem lesz olyan egyszerű, és nem lesz olyan békés a viszony az erdélyi magyar közösség és a román kormány között, mint ahogy elvárná az ember, hallva az európai liberális és szocialista politikusokat, akik mindig hangosan kiállnak az alapvető jogok, az emberjogok, a kisebbségi jogok mellett. Gál Kinga és képviselőtársai a közelmúltban nyílt levélben kérték az európai szocialista és liberális frakciók vezetőit, hogy lépjenek fel a román intézkedésekkel szemben. Válaszlevelet kaptunk ezektől a vezetőktől, ami hasonlít azokra a válaszlevelekre, amelyeket én rendszeresen kapok, ugye évek óta a határon túli magyarok védelmével foglalkozom, kisebbségvédelemmel, hogyha nincsen politikai akarat és szándék egy kérdés rendezésére, akkor mindig találnak konkrét elterelő ügyeket. Hát nem lehet, mert az európai szinten nem lehet kisebbségi ügyel foglalkozni, mondjuk általában ez a válasz, mert nem tartozik a közösségi jogba a kisebbség jogvédelem. Jelen esetben nem lehet a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem magyar karának a kérdését kisebbségi problémaként kezelni a válaszlevél szerint, mert ez nem kisebbségi kérdés, hanem egyetemi autonómia kérdés. Mindig találnak egy másik kibúvót arra, hogy ne kelljen a kisebbségi kérdéssel, azzal a problémával foglalkozni, amihez nincs politikai akaratuk megoldani. A magyar néppárti képviselők a napokban közleményt adtak ki Kövér László házelnök erdélyi körútjával kapcsolatban is. A politikust ugyanis a román kormány és az RMDS is bírálta amiatt, hogy a romániai önkormányzati választások előtt részt vett a Magyar Polgári Párt kampányzáró rendezvényein. Ez is a kettős mércének egy nagyon jó jele, ami itt zajlik a sajtóban, hiszen elsősorban a sajtóban zajló háborúskodásról van szó. Az, hogy nem mehetne kampányolni Európai Uniós politikai vezető egy másik uniós országba olyan párt mellett, amelyik baráti testvérpártnak, rokon szenvező pártnak számít, ez is egy új elem lenne, hiszen számos esetben ez egy bevett gyakorlat. Úgyhogy ilyen értelemben az, hogy magyar vezetők Erdélyben kampányolnak, az semmiben nem jelent újat az európai politikai palettán a választások előtt, a
különböző pártcsaládok egymáshoz tartozó politikusai, azok egymásnak így segítenek, és ez ugyanúgy igaz a szocialista, a liberális, mint a néppárti oldalon, tehát ebben nincsen semmi megdöbbentő. Gál Kinga nyilatkozott Nyírő József újratemetésének ügyéről is. Elmondanám, hogy az erdélyi magyar közösség, és ezen belül a székelyek Nyírő Józsefet a nemzeti írójának tekinti. Nem a politikust nézi, az írót, amely író a legnehezebb időszakában is ennek a közösségnek kiállt, és az írásaiban azt az életérzést, amit ők éreztek, megírta. Ezért ezt az írót és műveit az erdélyi magyar közösség egésze, és a székelyek egésze, ezzel belül az erdélyi magyar közösségen belül egyként tisztelik. Függetlenül attól, hogy ez milyen kérdéseket vet fel más körben, önmagában ezért, mert egy nemzeti közösségnek ez az író, ezek a művek szimbólum értékűek, ezért elvárható a tisztelete, mint ahogy mindegyik nemzet elvárja, hogy a saját szimbólum íróit, filozófusait, költőit tisztelettel tekintsék, és ez így van rendjén. Nyírő József emigrációban elhunyt erdélyi írót eredetileg május 27-én temették volna újra Székelyudvarhelyen, ám a román hatóságok nyomására a szervezők végül elhalasztották a szertartást.